Esetleg csak narancsot, más nem. Megjöttünk, eljöttünk, elvigyünk. Mit visznek el? Hát szeretnénk az első díjat. Hát a Poránszki András barátomat hallottátok. Kicsit gátlásos a természete, mert még nem akarja meginni a pálinkát, úgyhogy kedves egészségére. Poránszki András iszik most emődről, mint egy igazi pincegazda. Mi ennyi este főzöm? Most elindultunk egy lófejbe, csinálunk halászlevet, és utána egy... egy futó mennyitből meg pörgöldet. Hol a főnök? Még nem tudjuk, mit csinálni. Gyere már ide közelte. Hát te, ilyen szakosztály, nagyszerű. Mit csináltok? Tervénk szerint forralt bor. És milyen forralt bor lesz? Meleg. Gödöllői. És az a fantázia neve, hogy gödöllői borsz, asztó. Sziasztok, boruló. Szia. Mit főztök? Forralt bor. És milyen lesz? Finom. Biztos? A legjobb. Mit tesztek bele? Sok minden, nem áruljuk el. Pontosan mi fő? Forralbor. Itt is forralbor fő. De jó, azért hány forralboros csapatunk lesz? Mennyiben jobb amúgy ebbe főzni, mint mondjuk Bográcsban? Sokkal. Sokkal. Jó, van, és a raktárban sok ilyen van? Jövőben. Azért sokkal jobb ebben főzni, mert ez egyben pálinka főző is, meg forralbort is lehet benne főzni. Otthon a levest azt lefőzi? Nem, nem szoktam. A maradékot igen, azt utána lepárolom, aztán pálinkára eladjuk. Leves pálinka, nagyszerű. Köszönjük szépen! Miskolci városi könyvtár és könyvtér. A könyvvárosok is szoktak forralbor inni? Nem. Nem. Ezért az állapotok városok józanok is szoktak. Éppen egy apuás kötetet tart a kezemben. Másnaposan címmel. Azt is látom, hogy jaj, a legyőzötteknek. De készültök valamire? Már elkészült. Tavétól a haver csapat, hol a szószóló, mert megijedt tőlem gyorsan. A piros sapkás ember. A piros sapkás embert várjuk ide, hogy jöjjön ide hozzánk egy picit. Nem megértem, hogy nem vagyok állás. Azt nézem, hogy van nálatok répa, retek, mondanám, hogy retek magyarul, igen, van hagyma, csalamádi, hogy lesz ebből forralból? Ez egy különleges eljárás, mivel tavaly is megnyertük a közönség díját, most járulnánk el a részleteket. Na, valamit mondjatok már, egy kis backstage információt. De egy biztos, hogy ezen kívül lesz forradban is. Itt a csapatot kérdezem, hogy pontosan mit ezt gondoltam, de miből? Hagymából, borból is. Szedőkanálból, jó? Kíváncsi vagyok rá, hogy hogy fog sikerülni, bár azt nézem, hogy egy érdekesség is van a bográcsban, az micsoda. Kis virsli. Azt mondja, hogy az úr, hogy kis virsli van a bográcsban, ez a forral borra jó? Nagyon készítünk ilyen vagyok. Sziasztok! Hogy áll a főzés? Várjátok, ez ugye nem kókuszos. Nem, ez most lesz a 3F-es forral bor lesz. Finom, faszabb, feszes. Ez a három összetevő van benne, nagyon király lesz. Hamarosan meg lehet majd kóstolni. Grillmester! Nem semmi. Igazi amerikai?
Yes. Yes. Hogy mondják, ez jockey, igaz? Yes. És mi fő? No. No. Sül. És tepertő. Tepertő. Nagyszerű. Forradbor lesz. Igen, és elárulok egy nagy titkot. Forradbor lesz benne. Vagy bor is lesz benne. A tepertő? Nem. A forradbor, a bor is lesz. Épp a tepertősünkben, mellettünk már lehet kóstolni a forradból. Nagyszerű. Tehát akkor forradból, Diós Győri forradból, meg Diós Győri tepertő. Csak Diós Győri szurkolom, hogy minden tőzsgyökeren zsörömbe jön. A fotmotorosok megálltak egy picit, egy kis még egyelőre mit főztök először, azt mondja? Érdekes kempingesben jutjátok a fesztiválról, kiestetek, sikerült valamit össze. Hol vannak a motorok? Garázs. Építés alatt. Építés alatt. Mi lesz ebből? Elég érdekesen néz ki. A fiatalember. De várjátok, miért van rajta a lufi? A madarakat akarjátok-e tetni? Bográstartó. A lufi az azért van, hogy ne lógjon rá a bográcsra a füle, és akkor nem melegszik át, ezt tartja. Nagyszerű, értem, hát ez nem semmi. Itt mi fő pontosan? Bor. Ja, hát azt gondoltam, hogy bor, de... Hát a Gárdonyi nyugdíjasoktól találtunk ki főzni. Akkor a tapasztalat az megvan. Hanyadik forradból ez már ugye hát így a évek során? Görögből most a második. Körülbelül a második. Én ezt értem, de úgy hamlok, hanyadikat főzi már. Hát, ha visszatudnék emlékezni, de az emlékezetem már nem olyan jó. Ugyanis itt elég sok a füves csapat, igaz? Jó napot kívánok! Pontosan mit tesztek a forradborban? Pontosan itt egy poszteren láthatod is az összetevőket. Az citromfű, borsmenta, hársvirág, hársovirág, körömvirág, cickafark és kakukkfű. Itt prezentáljuk is nektek egy üvegedénybe. Szegény cickának a farkát belerakjátok? Hát, ezt mások így hívják. Sajnos a latin nevét nem írtam le, mert szerintem azt nem sokan értenék. Így közérthető. Szőlővesző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesző. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt is elszárad, összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok is, az én igéim ki bennetek maradnak, kérjétek, amit csak akartok, és megkapjátok. Tisztelt ünneplők, a Szentírásban a szőlőtő és a szőlővessző sok helyen előfordul, és mindig az élet ígéretének, a gyarapodásnak, a teljesség ígéretének a hordozója. Isten gyakran úgy teszi érthetővé és szemléletessé gondoskodását és szeretetét, mint aki maga a szőlős gazdag. A gazda szőlőt ültet, gondoskodik róla, nevelgeti a szőlővesszőket, hogy bő termést hozzanak. Jézusban még közelebbi kapcsolat jön létre, egészen szoros a szőlőtőke és a szőlővesszők között. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Könyörögjünk! Örök mindenható Isten, te teremtetted az eget és a földet.
a tengert és az egész világ mindenséget. Alázatosan kérünk, tekints ránk kegyesen, és Szent Vince vértanú közbenjárása által oltalmazd szőlőültetvényeinket. Töltsd meg csőreinket és pincéinket a gabona és a bor bőségével, hogy azoknak örvendezve dicséretet és hálát zengjünk neked, Krisztus a mi Urunk által. Elsősorban Francia és Spanyolországra jellemző a Vince nap. Vince egy vértanú volt, aki gyakorlatilag a szőlőnek a védőszentje. A szőlőből születik a bor, és szándékosan mondtam, hogy születik, és azt mondhatjuk, hogy egy szakrális ital, és a szőlő pedig egy szakrális növény. Nem posztom, hogy itt a Bibliáról beszélgessek, de azt gondolom, hogy a legtöbbször említett gyümölcs a Bibliában a szőlő, és a legtöbbször említett ital a Bibliában, az pedig a bor. A bor is születik, majd fejlődik, és a végén elhalványodik, és majd elpusztul. A szőlővel is gyakorlatilag ugyanez van. Én úgy gondolom, hogy elindítottunk egy folyamatot, elindítottunk egy sort, és ezen végig kell menni, mint egy évben a 12 hónapon. A borszenteléssel, konkrétan a János napi borszenteléssel lezártunk egy ciklust, lezártunk egy folyamatot, és ezt a folyamatot el szeretnénk indítani január 21-én a Vince napi vesszőszenteléssel, ugyanis Vince napját hívják a szőlőnek, illetve a vesző párfordulójának. Ilyenkor indul el. Tokajba születtem, az első vesszőszentelésen ott vettem részt. Nagy öröm volt a számunkra, mert mi gyerekek vártuk, hogy a rügyek kifakadjanak, és amelyik hajtatásnál a legszebben kijöttek a rügyek, és a legtöbb fürdkezdeményt találtunk, azok csokoládét kaptunk, ahol be tudtuk vinni tisztelendő úrnak, és ő ezt tudta tanúsítani. Szárba babám, csirencsörő sejhaj a járom, szárba babám, a kez kuhi határon, szárba föld a hárma seke nem álljon, szárba babám, kez kurva sejhaj nincs tárja. Ne szeretnék véle menni a bárba, a bálén gérő göndörhaja csepp szája. Ne szeretnék véle menni a bárba, ötlites kosóval a kezemben, barna kislány mindig megúsz eszembe, a kötékenek a festve csupa fekete. Egészségünkre! Ajaj, nagyon kaján az a vigyor, nagyon kaján! Na jó, hát akkor lássuk, egy nagy tapsot hadd kérek, mert nem akármilyen produkció jön! Hoppá! Hogy állja a csapást? Otthon meg van edzve rendesen! Na szép, na szép! És mosolyog közben, hát azért ilyet még nem látunk. És tessék nézni a férjed, hoppá, hogy belejött azért. A vér azért benne van természetesen. Hát én nagy tapsot a hölgynek és a tisza zsegei betyárnak. A férj úgy látom el is viszi. De nekem a hölgy azt mondta, hogy az urának kéne egy kis verés, mert nem jól viselkedik minden nap. Hoppá, nincs meg az a mosoly. Egészen jól bírja azért, úgy látom a dolgot.
Hát akkor egy nagy tapsot a tiszacsegei betyártak, aki otthon így veri az asszony, illetve a férnek, aki a Hunter IAS szakosztály tagja, valamint a gyönyörű feleségének, aki mosolyogva bírta az ütéseket. No! Aztán mondja már, ki jön be ezt szomorú házba? Két legényt is várok. Az egyik lovat venni, a másik boldogságot. Lócsiszár az egyik, kell neki a kancát. Bizony, bolond lennék, hogyha el nem adnám. Mert derék lóvó manci, kicsit gebécske, de majd bort hintünk a csiszárnak szemébe. Ha semmi sem az, aminek látszik, másik lett az egyik lett a másik. Én a deák uramat lócsiszárnak fejezem, a lócsiszár játszott a deáknak vezében. Hely, álljanak meg végre, nem hallgatnak én rám, nem. De szétpakolom őket, szétpakolom vetten, álljatok meg a fél. Tudja, milyen csendességes ilyen békességben. Kövessék meg egymást, megkövetem szépen. Kettő, három. Emelje fel mindenki magasra a poharat, jó magasra, még magasabbra, még magasabbra, jó? És akkor mellette lévővel egy nagy kocintás négyre, jó? Akkor négy. Nagyszerű meg volt a kocintás is, a mai nap kocintunk még együtt forradborral. J'en boirai, oui, 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 j'en boirai, non, 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 j'en boirai jusqu'à mon plaisir. J'en boirai, oui, 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 j'en boirai, non, 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 j'en boirai jusqu'à mon plaisir. Dans une cave où il y a du bon vin, j'ai lutté contre la muraille et la tête sous le robinet. Les deux pieds contre la muraille et la tête sous le robinet. Et la tête, oui, 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 et la tête, non, 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 et la tête sous le robinet. Et la tête, oui, 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 et la tête, non, 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 et la tête sous le robinet. Milyen kockahas van? Nem lehet megnézni a kockahast? Na, fiúk, milyen kockahas van? Na nézzük! Egy nagy kocka, legyőbe itt a télekkel! Hordóhas, nagyszerű! Azt a leged, egy nagy tapsodok, milyen kocka hason! Hát azért az nem semmi! Az nem semmi, van benne terékszök durván! Tudom,
ebben nagyon jól csinálja. Maga, maga nagyon király. Yeah.